Na sziasztok, Dani Boy vagyok, és a mai videóban egy M103-as csatát fogtok látni, amit én játszottam Siegfried Line pályán. Ugye ez az M103-as a Tier 9-es amerikai nehéztank, a T110E5-nek az elődje, és igazából ez már elég régen volt, elég régen játszottam ezt a csatát, nem is tudom már mikor, körülbelül egy hónapja, nem is tudom. Igazából azóta már megvan az E5, amit nagyon szeretek, nagyon jó tank az E5, viszont hát nem tudom, ez az M103 nagyon nem feküdt nekem, egyáltalán nem tetszett ez a tank, nagyon utáltam, kimondottan utáltam. És ennek az volt az oka, hogy nagyon papír, mindjárt meg is mutatom, ez az egész has, ez az alsó lemez, ez gyenge pont, hatalmas gyenge pont. Innentől kezdve az egész torony gyenge pont, és igazából a lövegpajzsa az az egy dolog rajta, ami erős. Még itt oldalt is be tudják lőni hittel, az a durva rajta, és ez eléggé idegesítő. Mert például egy IS-4 ellen játszunk, betölti a hitet, itt lazán átvágja. Nem tudunk tornyozni, és még a lövegpajzson is egy-két lövés átmegy, de úgy a lövések 90-95%-át megfogja. A frontpáncél is tud azért pattintani, de ott is voltak már érdekes átütések, maradjunk annál. És az oldala viszont nagyon vékony, olyan 40-50 milli körüli. Úgyhogy szájdolni, ne nagyon szájdoljunk ezzel a tankkal. Meg is jelent egy IS-3, 355-öt küldtem a csőrére. Ugye az átütésünk 258, 400 átlagsebzés társul ez, 120 mm-es löveg, és van egy nagyon jó hitlőszerünk, egy 340 penes, 400 sebzéses hit. A matchmaking nagyon kedvező, és igazából M103 az ilyen tírben a legjobb, ilyen 8-as tankokat szétlőni, például azt a lővét ott. 404-et kapott ő is. IS-3 side-ol. Nem lövünk rá. Nem lövünk még mindig. Ilyenkor meg kell várni, amíg teljesen kijön és meg tudjuk lőni a frontpánciát. Viszont ott volt a Jagdtiger 88, ez egy könnyű célpont volt. Inkább azt lőttem. Kapott is egy 387-et. Itt még nem volt olyan jó legénységem, meg igazából még mindig nincs jó legénységem. Látszik a javítási sebességen is, nagyon lassan rakják fel a lánctalpat a legények. Közben meglőttem a lővét, végre egy nagyot rollolt az ágyú. És oda célzok IS-3-nak, de sajnos nem találom el. Így nem tudtam megsebezni, lepattantam róla, igazából a rétegelt páncélzata elnyelte a lövést. Most viszont szépen bemegy, 419. Ott van 322 HP-n az IS-3. Az már bőven egy lövés, úgyhogy várom is, hogy kijöjjön, viszont ott a muc. Nem tudom amúgy, mit csinálnak ezek. Mit gondolnak ezek a játékosok, így oldalasan kijön a muc. Ott volt a lőve, JT-88 ott volt fönt a hegyen. És igen, erről beszélek. Viszont sikerült viszonoznom, kiszedtem a Panzer 58 muc-t. És nézzük meg, hol lőtt be. Pontosan. Kupola. Igazából ennyi. Kupoláját azt már olyan 175 mm átütése is lazán be lehet vinni, úgy vettem észre. És ez a nagyon idegesítő benne, hogyha az M103-ban játszunk. Na hát ez egy elég furcsa lövés volt, szerintem be kellett volna, hogy menjen, de valószínűleg megfogta az egyik olyan beton oszlop, ami ott van. Ugye ezek. Közben ott a lőve, és kap egy 410-est az alvázába. Siegfried Line-on amúgy úgy vettem észre, hogy mindig olyan jó csatákat tudok játszani, az E5 11.000 sebzéses csatát is ezen a pályán mentem. Tényleg, ez egy nagyon jó pálya. Hogyha ki tudjuk használni a tankunknak a jó tulajdonságait. Ott van megint a lőve alváza, 379, meg belelő az oszlopba. Amúgy Goodbed-del szakaszoztam, most veszem észre, Goodbed észre se vettelek. Goodbed a cent 7/1-esében van. Igen, itt Rage-elt is, hogy most lőjük szarra. De nem tudtam neki segíteni. JT kap egy 388-ast. Elég kicsit dobott az ágyú. És akkor itt gondoltam, hogy segítek Goodbednek, fedezem. Megyek a JT-nek a segjükbe. De sajnos Goodbedet kiszedte a CDC. Itt a Jagdtiger. Inkább a nagyobb HP-sat lövöm, viszont oda is trekkelem. És meg is sebzem, 473, ez már majdnem maximum sebzés, nem tudom, a 490 körül lehet a maximum sebzése. És az 50-120-szal nem kéne szórakozni. Oké, most szerencsém volt, levettem lánccal, és egy Type 62
rohan rám, viszont már nem velem foglalkozik szerencsére. Most viszont visszafordul, az igen, az igen. Kicsapta a Borsig retardágyúval. De még nekem is sikerült belehelyeznem egy lövést, mínusz 379 a Type-nak. És jön a Jagdtiger oldal, ugye csak 80 mil, és úgyhogy jó szögbe áll, akkor azt simán át tudjuk ütni. 5500 sebzésem van eddig, és 2 killem. És itt a Tigris 300 HP-n, ő is igazából azt hitte, ha most megkerülöm azt a nagy M103-ast és szétlőm segből, de hát Mr. Tigris nem így megy ez, most megtanulta. És itt számítok rá, hogy itt lesz egy CDC, és itt is van. Track plus damage, kapáslövés. Ugye ez az ágyú nagyon jó a kapáslövésekben, mert menet közben elég pontos. Nem akarta a CDC-t leramboljam, ezért oda trackelt, viszont kiszedte a Borsig repesszel, ha jól láttam. Közben meglőttem a Type 64-es felderítő tankot, 6-os szintű spottert. És láttam, hogy jön föl itt a dombon, mondom fel kéne spotolni és kilőni, viszont eltűnik. És ott van, most jelent meg. Jön fel, bum. Az órára. 218 mínusz. És ezzel megszereztem a negyedik killemet. 6792 sebzésem van eddig. Amúgy jóval több lesz, azt leszpoilerezem. És van még kettő darab JT, viszont szerencsére csak az egyik csak 88 mm-es ágyúval rendelkezik, ugye a JT 88. A másik viszont nagy, és ha jól láttam, akkor fullos. Aha, ott is van, és bum, ezt nagyon elrontottam. Belelőttem ide a falba, abba a kiálló törmelékhalomba. 263 HP-n van, ez simán megvan egy lövésből, és igazából nem is nagyon kell célozgatni, mert hit van betöltve, ugye elfogyott a HP lőszerem. Itt a Borsig, és golddal csak leráncolt, szerencsém volt, nagyon a szerencsém. És kilóg az alváza, fel is rakták a láncot, és nem adja be, 317. 22 HP-n ott marad a Borsig, fú, hát ez elég nagy balszerencse. Ritkán csinálom úgy ilyeneket, ilyen 320 sebzéseket az ágyú, meg az E5-ön is amúgy úgy vettem észre, elég szépen dobálja 400 pluszosokat. Jagdtiger 88-ast a Borsig repesszel odaláncolta, nem tudom miért lő repesszel amúgy. Talán még egy lövésből ki is tudta volna szedni, hogyha nem repesszel lövi meg, na mindegy, ő tudja. Ez a csata kimenetelén nem változtat semmit, viszont változtathatott volna. Szóval, ja, nem nagyon kéne repesszel lövöldözni azzal az ágyúval. Maximum tier 10-ben. Na, és itt a JT 88-as. Becélzom szépen, és bum! Hittel lazán átvágtam a frontpáncélját. Igazából AP-val is át lehet, mert olyan effektív 220-215. Úgy vettem észre a JT-knek a frontja. Mostában amúgy elég sokat játszok a JT 88-assal, és kezdem megkedvelni ismét. Ugye régen az egyik kedvenc tankom volt. És a Borsig közben kiszedte az ellenséges Borsigot, és maradt egy Jagdtiger 263 HP-n. Az igen. Mondjuk arra számított, igen, ezt jól tudta, hogy erről jövök, viszont nem volt jó a reflexe, nem fordult rám, de ez igazából, ha rám fordul, az se segít rajta, mert hit volt betöltve, és a felső lemezét, ott azt a 250 mm-es lemezt is simán átvágom ezzel a hit lőszerrel. Igazából brutálisan jó ez a lövedék, ez a lőszer típus. Az E5-ön is ilyen mindent átvágó hit, úgy vettem észre, az üreges páncélokat is viszi, ellentétben mondjuk az IS-4 hitjével, az teljesen másnak érződik. És ezért az a 340-pen vastag döntött páncélzat ellen is nagyon jó. És végül 6 kill lett, ugye Top Gun, és 8154 damage. Ez egy nagyon jó kör volt, és igazából 7 darab lőszerem maradt összesen. Ha maradt volna még olyan 3-4 tank, akkor biztos kifolyok a lőszerből. Ugye jól tudom, az E5-ben több lőszer van, ebben nem vagyok biztos, de igazából majd utána nézek. És ennyi lett volna ez a csata. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és ha szeretnétek támogatni a munkásságomat és a csatorna fejlődését, akkor kattintsatok a videó mellett megjelenő reklámra. Innen is köszönöm. Köszönöm a figyelmet, én Dani Boy voltam, sziasztok!